Hol tetszik lakni? Délegyháza. De hát az 30 km-re van Budapesttől. Hála jó Istennek, én a tanyán lakom. Nekem a mezei nyúl a szomszédom. Arra vagyok büszke, hogy Sárospataktól csak 9 km-re születtem, vagy vettem. Magyarnak születtem, hiába ünnek rúna, kemény fából. Igen. És én most néztem egy riportot a Rákóczi dolgokról, amit a gyönyörű templomból közvetítettek. Úgyhogy ma egész jó napom volt. Hát mert láttam azt, hogy a Sárospatakon még van élet, és ott én értékeket kaptam a gimnáziumba, megtanították velünk minden egyes diákkal annak idején, hogy ha valahol az életben, még most is elérzékenyülök, találkozom olyan emberrel, aki a Rákóczi gimnáziumban tanult, annak kötelesek vagyok, segítek. Ma ilyeneket már nem adnak át. Ott lehet, hogy átadják még, de hogy mondjam, eszmélyi értékeket kevés iskolában adnak már át. Annyira felgyorsult minden, hogy tanulni ez az, ilyen szakkör, olyan fakultáció, ez az, amaz, és elmennek a lényeg mellett. Most közben láttam magának a nyakában nem gyöngyöt, nem aranyat, hanem a magyar címert. Igen. És miért mondja? Azért, mert a jelképet nem kerek. Ha egyszer megtagadnám, édes jó szülő hazám, sújtson le rám az Isten. Egyszer hisz a magyarságában? Ha hogy a fenében, a világjára nem mennék Magyarországról, ha fizetnének, akkor se. Ezzel az energiával, ezzel a felfogással lehetséges, hogy határokon túl jobban élne, szebben élne, boldogabban élne. Nem? De nem ezt a vizet innen. Nem ezt a vizet innám, és nem ezt a levegő címre. Ezt lehet én tőlem sós, meg akármilyen, de az nem magyar. És a kő maga előtt mit keres? Ezt úgy találtam. Ezt úgy találtam, és hazahoztam. Megnézhetem? Természetesen. Utasuljuk be ezt a kamerának. Olyan, mint egy hamburger. Különképpen azért vettem föl. Aztán később jelentősége lett. Lehet, hogy csak nekem, de van úgy, hogy elviszem magam. Például most, hogy mentem az orvosomhoz, el is vittem és megnyitottam. Ha annyira magyar, igen? Akkor nem biztos, hogy minden magyar politikus szeret, ugye? Vagy minden magyar politikus se rajong? Dehogy is. Nem. Hogy pillanatnyilag mindegyikről meg azonnal megmondom, hogy amit látok, mert hiába vannak úgy kikupálva, de néha olyan testhelyzeteket vesznek fel, meg olyan, hogy nem ugyanaz sugározza, amit mond. Tehát a testbeszéde az ellentmond annak, amit mond. Na jó, de hát például a sertésnek, vagy különféle állatoknak politikus nevet adni? Hogyne, hát akkor nem sértődik meg senki, és nem, hogy mondjam, nem indíthat ellenem becsületsértési pert, mert én a disznómat szidom. Ja, értem. Például azt mondja, hogy nevezzünk egy valami politikust, Kovács Antal legyen a neve. Kovács Antal, gyere ide, vagy Kovács Antal, megruglak. Lehet, hogy a politikusra gondol, de a disznót rúgja meg. Na, de azért beperelhet engem, bárki, hogy megfenyegetem szóval. Hát tényleg nem bántom, mert én meg nem tudok állatot bántani, én nem szoktam őket bántani. Én bebeszélem még a tyúkot is az olba, én nem kergetem. De hát akkor maga eteti a magyar politikusokat. A maga küzd éjjel-nappal értük, a politikusokért, akik disznóformában itt vannak a disznóhojjában, nem? Hát nézőpont kérdése. Levágja őket. Hát, de le bizony, jó gyorsan, hogy ne szenvedjen. Mert amíg él az állat, az én itt ezen a portán, addig jól bánok vele.
jó éjszakát kívánok neki, meg beszélgetek vele, meg megpróbálom az igényeit maximálisan kielégíteni, de ha oda kerül a sor, hogy eléri a vágósúlyt, akkor minden lelkiismeret fordulás nélkül megeszem, mert a Jóisten azért teremtette nekem a mindenevő fogazatot, hogy húst is egyek. Isten előtt kiki bűnei szerint méltó módon elszámoltatik. Nem maradt semmi béka alatt, megtörtént a nap alatt. És tüzes paripák nyomán jön el, élet és halál. Bizony mondom néktek, dönts el mindenki, hogy hol áll. Tehát akkor maga sajnálja azt az állatot, akit reggel... Nem engedhetem meg magamnak, hogy sajnáljam, különben az összes tyúkom nyugdíjas lenne. Mindennek megvan a maga helye, hogy amíg él, addig sajnálgatom, ha megsántul macskám is, ugye megmarta egy másik macska, propolisszal kenem, albupirint adok neki, meg mit tudom én micsoda, de, mert él. Ha én, amikor bekopogtattam ide, akkor maga azt mondta, hogy álljunk meg egy pillanatra, és hallgassuk a csendet. Igen. Milyen jó a csendben? Hát az ember akkor nem hallgatja a másikat, engem se hall meg senki. Mert a csend, ez relatív. A csend, ne arra ilyen, hogy mondjam, ne egy hangszigetelt szobára gondoljon. Itt a csendbe belefér a tücsök ciripelés, a madárcsicsergés, meg az ilyenek, amit például máshol nem hall meg, mert elnyomja a környező zaj. Ugyanúgy, ahogy a városi fények miatt nem lát csillagot. De maga meghallotta a kamionost. Hát azt meghallom már, hogyha ott befordul egy kocsi a kavicsa, hogy pörög a kocsi kerék alatt, azt lehet itt hallani. De maga nem nemzeti zászlag lobogtatott neki éjjel a kamionos, hanem kiállt fényképezgép és megállította. Hát igen, azért... mert sérti a jogaimat, mert az előző bányatulajdonosok, azokkal ezzel a dologra volt biztosítást kötöttek ránk, meg mit tudom én. De maga elég bátor volt azért, legyen nevezzük, hát egy kétmázsás kamionos kiszáll a kocsiból, és hát maga egy törpe hozzá képest. Hát azért kordítok mindig, mert kiegészi. Én azért kiabálom. És mit mondott neki? Hát, hogy ő védi a saját érdekeit, én meg az enyémeket mondom. Én erre a házra birtokvédelmet kértem. De meg akarta magával letetni a fényképezőgépet. Hát, én Vajdácskán születtem, nem Szarokba kimegyek. Egy borsodi lány az nem? Nem ilyen. Nem. És akkor, amikor sírni szokott, vagy nagyon egyedül érzi magát, akkor... Én egészen más dolgokon szoktam előzékenyülni. Tudja, hogy tanítottam meg a nemzeti dalt az unokámnak? Nem. Hát úgy, hogy végigbőgtem. Mert elmondtam neki. Illetve felolvastam, ahogy tanulgatta, szépen elkezdtem mondom kicsiként. És akkor, mert hát valahogy nem boldogult vele. És onnantól kezdve a gyerek fogta a telefonját, és elmondta 15-ször, és visszahallgatta. És ha nem tetszett neki, akkor megint elmondta. És úgy ment be az iskolába, hogy nagyon megdicsérték. Maga felszólta írni a gondolatait. Itt a csendben maga, láttam ott disznót, láttam ott tyúkokat, a disznók nem tudom, éhesek voltak, vagy üdvözöltek-e, de röfögtek, az biztos. Maga ebben a csendben akkor leül nyugodtan a füzetébe, és leírja a gondolatait, vagy álmait, ne. Vagy véleményét? Ide teszek a papírt az asztalra, és akkor jövök mellé egy ceruzát, jövök, megyek, és akkor firkantom a támpontokat. És ha van kedvem, akkor gondolkodok rajta, ha nincs kedvem, akkor nem gondolkodok rajta. És hogy van az a kedvenc mondás, amikor most bekopogtattam egy 3 héttel ezelőtti találkozásról, magáról egy mondat jutott az eszembe. Ismételje meg, legyen szíves, hogy is van az? Hát, hogyha valahol nem érek célt, mert nem intéznek el valamit elég gyorsan, elég hatékonyan, addig megyek, amíg el nem érem a célomat. De nem így mondta ezt? Ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy az illetékesnek lyukat rágok az életén. Tehát, hogyha hétfőn nem intéz, akkor kedden is ott van. Még szerdán is, meg csütörtök, meg délelőtt, meg délután, és hogyha még azon a héten se, akkor megyek a jövő héten, meg megyek fél éven keresztül, vagy akármeddig, de megyek. És hányszor esett? És udvariasan, kedvesen mindig érdeklődök. Mert amikor az embert már 41-szer látják ott a folyosón, Úristen, ez már megint itt van, és előbb-utóbb intézkedik, csak hogy ne lásson. Pedig nem bántom meg semmi. De előbb-utóbb intézkedik, csak hogy ne lásson a folyosón. Szomszédokkal hogy van?
Abszolút jó. Itt a tanyavilágban a szomszédság fogalma áton értékelődve, ezt kevesen tudják. Itt mindenki tudja, hogy a telefonok éjjel-nappal be vannak kapcsolva. Tehát a szomszédoknak, ha éjjel kettőkor van problémája, akkor a másik éjjel kettőkor fel kell és megy. Menni kellett valahová, mit tudom én, Kecskemétre a gépalkatrészért, vagy bugyira a rokonokhoz, vagy benzinkutra, bárhova, akkor vittük, mentünk. Hány órát szokott egy nap aludni? Hát olyan 7-8-at muszáj. És mikor fekszik? 10 óra felé? Az attól függ, hogy van-e olyan a tévében, ami érdekel. És mi érdekel a tévében? A tévében... Ez a csípuhi, öljük egymást, lőjük egymást, gyilkoljuk ne, egymást? Nem. Azok a fajta bűnügyi filmek érdekelnek, amiben technikai újdonságokat mutatnak. Itt ugye nem sok technika van a házban. Hogy ne lenne? Hát van, na de a fejlett technikához képest, de engem érdekel még az űrtechnológia mi is. Van tehát, hát, ami... Azt mondja, mi van ott hátam mögött a falon? Az a kis, pici kis Junos televíziót látok? Nem, az a párom vettem, neki mániája, ilyen megalomániája van. Hát nekem, én nem azt nézem. De akkor a tévéje van, hogy a szobáját kitölti. Az övé, ő szereti ezt nézni. De maga is nézi. Hát amíg itt vagyok, de hogyha elmegyek lefeküdni, akkor nekem a 1-es, 2-es, meg az RTL, az csókolanyádból is. Hűtőszekrényt látok, mikrót látok, de azt mondja, hogy semmi technika nincs elég. Hát mit kíván ide? Csillagvizsgálót? Nem. Azok a technikai dolgok érdekelnek, amik újdonságok. Hogy például tudom azt mondani a telefon például. Telefon. Hogy azzal is már mi mindent lehet már manapság csinálni egy telefonnal. Azon kívül most már azt hallottam, hogy még majd vérnyomást is lehet mérni, meg mit is, és akkor leadni a dokinak, és nem is kell izélni, csak minden így jön-megy. Meg nézem a politikai műsorokat, na hát aztán azt kommentálom, és jó, felbosszantom magam, és akkor elmondom mindent. Gondolnak az emberek. Egyedül élnek a tanyán, se villany, se víz, se áram, 100 méterre egy pottyantos WC, fekszenek a tyukokkal, kelnek a kakasokkal, és ebből áll az egész életük. Hát amikor ide költöztünk, akkor ez a ház csak egy volt benne egy kályha, ott meg egy szembe egy nyári konyha, vagy ilyen sufni volt, nem nyári konyha. És kész. Egy ilyen Norton kút volt, meg az gyönyörű dióba, abba szerettem bele, azért lakunk itt. Hát miután lyukat rágtam a polgármester életén, előbb-utóbb villany is lett, de hát ahhoz a pár hónaphoz képest, közel egy évig villany nélkül jöttünk. Akkor 365 napon át rágta a lyukat a gyomrán. Az életén. Az életén. Életén. De akkor lett áram. Én nem bántok senkit, hogy hát tudom, nem, csak az élet egy kicsi megrágja, hogyha az út nem jó, ha villany hát, nincs, ha gáz nincs. Igen, hát most a legjobban az újság bosszant, mert mióta itt ingyenes újság van Délegyházán, hát ide még egyszer-kétszer a postásra, ha rá erőszakolták, az elhozta, ugye, de az nem a feladata, mert ugye nem az a cég. Azon kívül egy párszor lerakták ott kint a közértbe, de vagy a barátnőmtől kaptam egyet-egyet, de hogy mi történik a faluba, hát mindig le vagyok maradva. Ha a Kati nem szól, hogy falunapok lesznek, azt se tudom. Milyen Kati? A barátnő. Korvos. Országos barátnő. De hát akkor maguk ezek szerint ilyen egyházba is találkoznak. Ma úgy értem, hogy mindketten Isten hívők. Ugye? Igen. Járnak, tudom, hogy járnak templomba, és kész. Én viszont nem járok templomba. Akkor ez hogy ezek a többiek? Én itt, ahol most ülök, meg ott kinn az udvaron is, meg bárhol a világon, na jó Isten templomában vagyok. Mert egy Isten van, csak mindenhol másképpen nevezik. Tudja?